Tessék! Most kezdünk összerendeződni, hiszen egy életre szóló feladat.
hogy előbb önmagunkkal megtaláljuk az egységet, majd a Teremtő Istennel, illetve aztán tudjuk egymás között. Ez egy igazán nemes kihívás. Legújabb tagjaink is segítenek ebben, és nagyon örülök, hogy együtt zenélhetünk. És az első dallal rögtön a legfontosabb dolgot próbáltuk közvetíteni, hogy 2020 óta különösen fontos, hogy ébredezzünk, hiszen abszolút nem mindegy, mi lesz ezzel a bolygóval. És második dalként szeretnénk egy nagyon jó barátunknak emléket állítani. Nem tudom, kinek mit mond ez a név, Herceg Ferenc, Pilis kutató, aki az igaz múltunk megismerésére rengeteget tett. Ő szokta megrendezni a pozsonyi csata a diadalról szóló emléknapot. Ezt legutóbb már át kellett, hogy adja nekünk és Pócs Alfréd barátomnak. És hát utána pár nappal elvándorolt a másik oldalra, ugyanúgy a Jeszenszky István Szká is. Ő is egy legenda volt, úgyhogy az ő emlékükre szóljon, Sólyom szállj fel, hiszen a tűzből jöttünk mindannyian, és oda is távozunk. Egy kis dobot kér a kolléga, a dobos kolléga. Lefelé. Amikor még a pop szakmában reménykedtem és sok fesztiválon indultunk, született egy dal. Már akkor is azt foglalkoztatott, hogy vajon azok a történetek, mikor körülöttünk különböző lények szállnak a levegőben, a mennyekben, az vajon a bennünk élő Isten, vagy valaki más, ki van a mennyekben?
szépen köszönjük. És mielőtt a következő dal elérnénk, szeretnénk egy meglepetést. Felkérném párunkat, Ildikót, hogy fáradjon ide a színpadhoz. Vegye magához, amit magához kell vennie. Van ugyanis egy ünnepeltünk, egyik legújabb tagunk, éppen az énekesnő Szőke Timi. Ma? Vagy tegnap volt? Ma. Tehát ma ünnepli a születésnapját, a 20. évét töltötte be. Úgyhogy egy kis ajándékkal kedveskedik neki. Szerettük volna így a barátai előtt, nem csak úgy az orra alá tenni az ajándékot. Úgyhogy Isten éltessen sokáig, Timi. Köszönöm szépen. És egy igazán nemes szív, és mi más következhetne ezután, mint egy nemes szívekről szóló dal. Egy rövid történet az ősidőkben, mikor mi még szkíták voltunk, akkor a jó szomszédi viszony volt, a divat nem a jó, a rossz szomszédi viszony. És két barát, két szkíta harcos megfogadta, hogy jóban, rosszban, békében, háborúban segítik egymást egész életükben. Őket hívták vértestvéreknek. Ha ismeritek ezeket a tarsolylemezeket, amit a táskán, az övtáskán is van, akkor van egy olyan ábra, amikor két szkíta harcos egymásnak hátat vet, hátat fordít. Nem azért, mert elrúgtak a kocsmába és így támogatják egymást haza, hanem azért, mert válvetve álltak a csatában, így segítették egymást és a való életben is. És történt egyszerűen két szkíta harcos, nevezzük őket Dandamis és Amizoknak, a perzsák ellen vívott csatában, honfoglaló háborúról beszélek, védték a saját otthonukat. Történt egyszer, hogy az egyiket, Dandamiszt elfogta ellenséges vezér. Ahogy ezt meghallotta Amizok, a vértestvére, rögtön megkereste az ellenség vezérét, és megkérdezte, hogy mit kérsz a barátom a váltásom életéért cserébe. Gondolta a vezér, hogy mond egy nagyot, amit úgyse teljesítenek. Azt mondta, a te szemed világát. Talán Richards volt előző életében. És nagyon meglepődött a vezér, amikor ezt a kérést, Amizok, egy pillanat alatt minden morfondírozás nélkül teljesítette, hogy a testvére kiszabadulhasson. És így történt, hogy a frissen kiszabadult Dandamis a megvakított társát, Amizokot vitte vissza a zajló folyón a saját táborukba. Ezt a történetet próbáltuk megjeleníteni a következő dalba, amelynek mi más lehet a címe, mint az, hogy válvetve. Thank you.
Hát jól tudjuk, hogy mint a szkíták is vannak olyan népek ezen a bolygón, meg voltak is, akik tisztelik földanyánkat, harmóniában élnek vele, és vannak, akik akkumulátorgyárakat, meg mindenféle szemet, baromságokon gondolkodnak, lebetonozzák egész földanyát, hogy levegőt se kapjon, aztán utána csodálkoznak, hogy kánikula van. Hát rövidre fogva volt, ugye az öreg indiánt idézem, aki azt mondta, hogy miután leöltétek az utolsó bölényt, miután kivágtátok az utolsó fát, miután kiszárítottátok az utolsó folyómedret, majd ültök a nagy halom pénzetek tetején, és rájöttök, hogy azt nem lehet megenni. Földanyánk! Piedona is megmondta, hogy sajnos nem tudom megenni, megfekszi a gyomromat. Most viszont én meg,
És a Gábor kolléga most hangszer cserél, basszusgitározni fog ebben a dalban. Szó sincs róla. Az, hogy hát ha az jobban megy, mondom, szó sincs róla. A gonosz haver is haver. Thank you.
Egyéválunk földanyával, lelkünk hozzá tér majd vissza. Köszönjük szépen. És hát van egy alkalom, amit mi minden évben megünneplünk, ami a legnagyobb nemzeti ünnepünknek kéne, hogy legyen. Már azon egyszerű okból kifolyólag, hogyha akkor a háromszoros túlerővel szemben őseink nem nyernek csatát, akkor hát itt most nem mi élünk ebbe a gyönyörű Kárpát-medencébe. Tegye fel a kezét, bár úgyse látom, aki tudja, hogy milyen ünnepről van szó. Nemrég, július 7-én ünnepeltük. Így van. A pozsonyi diadal. Sajnos kevesen tudják, én se tudtam pár évvel ezelőtt, hiszen nem tanítják, bár az USA-ban a katonai egyetemeken tanítják azt a modort, harcmodort, amivel Árpád és hősfiai seregével a háromszoros túlerő ellen győzedelmeskedtek, hiszen az akkori unió vezére, a bajor király azt mondta, hogy a magyarok mind kiirtassanak, karonülő csecsemőket, asszonyokat se kiméljenek. Nagyon toleráns kis csapat volt. Úgyhogy mi nem a csatát ismerítjük, dicsőítjük, hanem azt a hősies helytállást, amit őseink megtettek, tanulhatunk tőlük. Tehát következzék egy dal a pozsonyi diadalról. Thank you.
Szepesi Ricsoszt már említettem, én Budai Gábor vagyok, ez itt az egység, húj, húj! Mi következik most? Látni szeretnél? Valami ilyesmi. Thank you.
Tudom, hogy nem leszünk nagyon vidámak, de engedhessék meg nekünk, mert mostanában úgy hullanak az emberek körülöttünk. Nem tudom, hogy ez minek tudható be, nekem, meg nekünk vannak sejtéseink, ami összefüggésben van azokkal a történésekkel, amit így megszerveztek körülöttünk az utóbbi években. Sajnos nem volt alkalmunk nagyon megismerni egymást. Annó mi basszusgitáros kerestünk, és jelentkezett egy úriember, akit Perényi Péternek hívtak. Aztán hamar kiderült, hogy igazából nem annyira basszusgitáros, csak úgy gondolta, hogy a nyugdíjas éveiben megtanul, viszont egy csodálatos, fúvós, hangszeres, mindenféle, amit el tudtok képzelni. És hát két koncertünkön vett részt, utána a harmadiknál azt a hírt kaptuk róla, hogy kórházba vitték, mert valami hasi fájdalma volt, és megdöbbenve tapasztaltuk most 2-3 nappal ezelőtt, írta a családja, a felesége, akit eddig nem is ismertünk, hogy sajnos Péter is átkelt a túloldalra. Úgyhogy úgy gondolták Ricsaszék, meg hát az egész zenekar, hogy előtte is tisztelgünk, emlékezünk. Bár csak kicsit még közelebb kerülhettünk volna hozzá, jobban megismerhettük volna ezt a nagyon jó embert. És következzék egy dal, amit majd Ricsasz elmond nektek. Ez egy régi középkori énekből lett átdolgozva, amit az Igricek zenekarnak a lemezén hallottam. A Magyarok Fénye című lemezen jelent meg. És ezt a dalt, mivel hogy közkincs, azért bele is szőttük egy rockoperába, amit Brassóban fogunk bemutatni október 27-én a Brassói Színház Fesztiválon. Ez a Tömösi csatáról szól. És a lényeg az, hogy a főszereplő hős magyar ezredest, a G-hadifogságba kerül orosz hadifogságba kerül, és úgy van, hogy ki akarják adni az osztrákoknak, de közben át kell a fényházába. És van egy tatár vak gyógyító sámán és a felesége a történetben, akik segítenek neki ebben, hogy ne kötél által, mint egy nyomorult bűnöző, hanem hős katonaként kelljen át a fényházába, és utána búcsúztatják. Péter, kolléga úr, legyen neked könnyű a föld, fogad tőlünk szeretettel. Yeah.
Köszönjük szépen! Kolléga úr megint hangszer cserél. Igen, egy újabb történet és egy újabb fontos témakör. Tegyétek a szívetekre, férfi társak, a kezeteket. Ugye ez a híres nevezetes női minőség, amit emlegetünk állandóan újabban, hogy hány ezer éve van elnyomva ezen a bolygón. Mennyivel jobb világot élhetnénk, ha engednénk a női energiáknak, a finomságnak, a szeretetnek, a családvédő gondoskodásnak. Hiába vannak férfias nők és elnőiesedett férfiak, én arról az igazi minőségről beszélek. Ismét visszakanyarodok az ősidőkhez, mikor egyformán voltak harcosok, harcosnők, papok, papnők, mágusok, mágusnők, gyógyítók, gyógyítónők, és hát sorolhatnám, ugye, hogy egyenlő félként, a férfi ember méltó társaként irányítottak a hölgyek is. És hát mivel tudjuk, hogy a hun kultúrában a női minőség szimbóluma a hold, a férfi erője a nap, ezért a következő dalunknak a Holddal a címet adtuk, ezzel is kifejezve azt az óhajunkat, hogy szeretnénk, hogyha az a híres nevezetes női minőség újra megkapná méltó helyét a férfi ember egyenlő társaként. Tehát következzék a Holddal a... És akkor szeretném bemutatni a zenekar tagjait még egyszer. A zenekar angyalkája Széke Tímea! A zenekar szívcsokrája Gulyás Zsolt! Gitár! Basszus gitár! Az egység parancsnok Budai Gábor! If you got a reaper,
magyarok ébresztők. Még nem tudjátok, hogy milyen csodás nép születik. Thank you.
most mi elmennénk egy régi archaikus népdal feldolgozást hallottatok, amiért az első két sor a népdal, a többit mi költöttük hozzá. Elmegyünk mindjárt, és átadjuk a következő remek zenekaroknak a színpadot. Egy utolsó búcsúként szintén egy ősi fohász feldolgozását hallgassátok meg, nagy szeretettel nyújtjuk át. Abból az időkből származik, mikor még a tündérek tanították az embereket minden földi jóra. Tündérhomban, ugye, ami ma Erdélyországnak mondják. És hát jók is voltak ezek a tanítások, de egy idő után az emberek úgy gondolták, hogy nekik nagyobb szükségük van az aranyra, mint az arányukra. És hát így elfordultak a tündérek tanításaitól, akkor kezdődött így a hanyatlás. Úgyhogy szeretnénk ezzel a dallal azt kívánni, hogy legyen úgy, mint régen volt, amikor még a tündérekre hallgattunk. És ezzel búcsúzik az Egység zenekar. Ha gondoljátok, nagyon szívesen megyünk sok helyre, szeretetből, szívből, hiszen imádjuk a zenét, imádjuk azt, hogyha értő fülekre talál, amit el szeretnénk mondani, van mondani valónk bőve. És hát van ugye a Facebookon is egy csoportunk, Egységzenekar kedvelőinek klubja, illetve van egy e-mail cím, amit nagyon fontos, hogy helyesen írjunk, Egység Együttes, egy G-vel, tehát Egység Együttes, kukac@gmail.com, itt föl tudjuk venni a kapcsolatot, illetve a Facebook oldalunkhoz lehet csatlakozni, és mi folyamatosan feltesszük, hogy hol leszünk jelen. Most hétvégén egy akusztikus koncert lesz szombaton, de az pedig Sándor, Pusztán Izsák és Solt között lesz egy olyan rendezvény, amire mi azt mondtuk, hogy nem akarunk kimaradni, összefogás a Kárpát-medencéért. Mindenkit szeretettel várnak, kivel foglalkozik, legyen kézműves, bármi, sportoló. Mutassuk meg egymásnak, hogy kik vagyunk, ismerjük meg egymást, ez a szervező fő célja. Éppen ezért a rendezvény teljesen ingyenes, tehát meg lehet találni a Facebookon is, úgyhogy összefogás a Kárpát-medencéért, ez a rendezvény elnevezése. Köszönjük szépen még egyszer a figyelmet, és akkor legyen úgy, mint régen volt.
további jó estét mindenkinek, két remek zenekar következik. Köszönöm. Nem sokára a Druidával jövünk vissza, nagyjából egy 15 perc múlva, addig fogyasszatok, érezzétek jól magatokat. Sziasztok!